A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei mezőhéken gazdálkodik Szántó Lajos. A termelőszövetkezetben dolgozó és háztáival is foglalkozó szüleitől kapta az indíttatást, és mára már 800 hektáros a gazdasága, amelynek majdnem a 100%-a öntözhető. A hibrid kukorica mellett fűszerpaprikát, hagymát, spenótot, kaprot és petrezselymet termel. Csupa olyan növényt, amelyek komoly gondoskodást igényelnek. Szántó Lajos már negyed százada alkalmaz a földjein talajbaktériumokat. A Bionat készítményeit 8 év óta használja, de mint mondja, igazából most jött el ezeknek az ideje. Ezek ilyen szájhagyomány után terjedtek. Volt egy idősebb gazdatársunk, aki ezt használta, Nagy Frigyes, kimondhatom a nevét, nem fog biztos megharagudni rá, ők ezt használni a környéken, és akkor mi is, tehát láttuk az ő eredményeit, láttuk, hogy ez jól működik, és akkor mi is használtuk ezt úgy, mint szántóföldi zöldségbe, ugye mi hibridkukorica termesztéssel is foglalkozunk. Tehát tulajdonképpen úgy mondhatom, hogy tulajdonképpen 100%-ba használjuk ezeket a készítményeket, és ezek, pláne ezekben a klimatikus viszonyok átrendeződése által én úgy érzem, hogy mindezeknek a mikrobiológiai készítményeknek, alga készítménynek, különböző speciális lomtrágyáknak egyszerűen most jött el a korszaka, mert ugye a növények is olyan stressz helyzetbe kerülnek, hogy ezeket tulajdonképpen igénylik, és ezt be kell építeni technológiába, mert ugye nem tudjuk sose, hogy, és ugye ezt mindig preventíven kell elvégezni, mert ugye most ne szórjuk ki, mert nem lesz, de lehet, hogy 2 hét múlva olyan meleg lesz, hogy szinte, tehát erre példa a tavalyi eset, akkor már csak egy tűzoltásos módszer. De hogyha állandóan használjuk, fel van töltve a talaj, akkor ezzel nincs probléma, és én úgy gondolom, hogy a termés eredményeink ezt bizonyítják, hogy ennek létjogosultsága van nálunk is, és úgy érzem más gazdaságokban is. Minden kultúrában használod ezt a baktériumot? Igen, minden kultúrában használjuk, mert ugye tulajdonképpen a régi dolog, mert annak idején ugye volt ugye a istáló trágyázás 5-600 mázsával, akkor volt a mészeszapolás, ezek a dolgok, mint a baktériumkészítmények is, a talaj állapotát is, tehát a benne lévő bacik ugye a talajnak a humuszképződésére, ez tulajdonképpen az meg a talajnak a úgynevezett a szellőző szettségére, hogy a növény jobban érezze magát, és akkor ezt minden évre használni kell, mivel ugye régebben is istáló trágyán, mint 5 évente trágyáztunk, de az, hogy azt a kultúra állapotot fel tudja az ember tartani, ugye sokszor ugye belvizes időszak van, sokszor ugye most már ugye vannak ezek a hőstresszes időszakok, és én úgy gondolom, hogy ezzel a talaj fel van töltve, úgy, mint a tápanyaggal, hogy nem nulláról kell kezdeni, a szántásnál is előjön, vagy éppen egy növényé, mert ugye van, aki mellettünk nem mindenki használja, azért másképp viseli a különböző éghajlati kitettségeket az a növény, akinél ezeket a dolgokat használjuk. Én úgy gondolom, meglátom is. Szerencsére a termelők nagy része már alkalmazza azokat a talajbaktériumokat, amiket ti is gyártotok. Miért van szükség ezekre a talajbaktériumokra? Manapság egyre szélsőségesebb időjárásnak vannak a termelők kitéve. A talajbaktériumok használata javítja a növényzet stressztűrő képességét, nagyobb gyökérzet a hormontermelés következtében, növényi hormonokat termelnek. Ezáltal a növények is jobban bírják a szélsőséges időjárást. Ezen kívül tápanyagszolgáltató képessége, vízgazdálkodása is jobb lesz a talajnak, több tápanyaghoz jut a növény, nitrogén, foszfor, kálium, mikroelemek esetében, ami a talajban lekötött állapotban van, azt a növény számára felvehető formába teszi. Nagyon sokan használnak sokféle talajbaktériumot, de a ti talajbaktériumotok az egy kicsit más, mint a megszokottak, amiket már ismernek nagyon sokan. Miben más ez a mikrovitál baktérium? Egy termékünk jelenleg egyedülálló a piacon, méghozzá azért, mert endospóra formájában tartalmazza a baktériumokat, nem pedig élő formában vannak jelen a készítményben, ami azt jelenti, hogy akár egy folyékony nitrogénnel összekeverhető, asszályos időszakban, szélsőséges időjárási körülmények között is kibírja, tehát nem egy kidobott pénz egy asszályos évjáratban sem, illetve ami nagyon nagy előnye, 12 hónapig szobahőmérsékleten eltartható.
Tehát, ha egy termelő például most tavasszal megvásárolja, és olyan időjárási körülmények jönnek közbe, hogy mégse tudja vetés előtt kijuttatni, akkor lehetősége van nyáron a tarlókezeléskor, vagy esetleg ősszel a napraforgó szármaradvány bontásakor is kijuttatni. Ez a termékünk 1-3 liter per hektár dózissal működik, tehát könnyen kezelhető, akár egy terepjáróval kivihető a tábla szélére, tehát nagyon sok előnye van. Lehet többlettermésről beszélni ennek a készítménynek az alkalmazásakor? Többlettermésről természetesen tudunk beszélni, mert a termék használatának ez velejárója, de igazából mégsem ezt szoktuk megfogni, hanem a termelőnek más irányból közelítjük meg ennek a termékkörnek a használatának a fontosságát, mégpedig azáltal, hogy a talajszerkezet javulásával például kevesebb üzemanyagot kell felhasználnia, műtrágyáknak a hasznosulását fölviszi akár 90%-ra, tehát kevesebb műtrágyával is tudnak olyan hatást elérni. Ezen kívül növényvédelem oldaláról is besegít költség oldalról. Szántó Lajos nem panaszkodhat az értékesítésre, biztos piaca van a terményeinek. Az egyik legjelentősebb partnere az Univer, amelyről azt mondja, hogy ha nem karolták volna fel a fűszerpaprika ügyét, talán már teljesen elsorvadt volna a magyarországi termelés. Megváltoztak a étkezési szokások, fűszerpaprika terén is, ugye már nem csak ugye őrölt paprikákat készítenek, ezek a paprika krémeket. Hál' Istennek ez fel lett így karolva, és akkor mi is tudunk termelni, és biztosan tudunk termelni. Biztosan kifizetnek bennünket, törődnek velünk. Hagymát az pedig a különböző áruházláncok beszállítóinak visszük el különböző csomagoló üzemekbe. Tehát az is egy biztos pont. Tehát ebben ugye a legbizonytalanabb az éghajlati tényező, de ugye ezeket, amit mondtam, hogy ezeket ilyen dolgokkal próbáljuk kiegészíteni, tehát nem hagyományosan, hanem hagyományosan termelünk úgy, hanem mindenféle ki, úgy, mint a baktérium készítményeket, úgy, mint az alga készítményeket, ezekkel próbáljuk fenntartani, és a növényekből a legtöbb genetikai hozamot kihozni, és úgy néz ki, hogy ez az irány mérvadó ebbe a környezetbe.